március 16-a. Erre az időpontra hozták előre a krími népszavazást. Ezt követte az a hír, hogy a krími parlament állítólag már meg is szavazta a csatlakozást Oroszországhoz, amit gyorsan üdvözöltek orosz kormánypárti politikusok Moszkvában. Emellett a krími autonóm köztársaság Kijevtől független minisztériumokat és igazságszolgáltatási rendszert hozott létre. A félszigetet továbbra is állig felfegyverzett, valószínűleg orosz fegyveresek ellenőrzik. Délelőtt rendkívüli EU csúcs kezdődött Brüsszelben az ukrajnai válságról, Arszenij Jacenyuk ukrán kormányfő részvételével. Még a csúcs előtt pénzügyi és politikai támogatást ígért Jacenyuknak Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke Strasbourgban. Az ukrán kormányfő szerint Kijev Oroszország válaszát várja abban, hogy készek-e helyreállítani a békét Európában. We urge the Russian president and the Russian government immediately to pull back its forces and to stick to international agreements that were signed between Ukraine and Russia. Because this is not the Ukrainian-Russian conflict. This is the conflict in Europe. And we need urgently, I would like to underline again, urgently to tackle this problem. And we are ready to find the solution in a contact group. Napközben Washington is döntött az Oroszországgal szembeni konkrét lépésekről. Ezentúl megtagadhatják amerikai vízumok kiadását olyan orosz és ukrajnai tisztségviselőknek, illetve magánszemélyeknek, akik szerintük Ukrajna területi épségét veszélyeztetik.